marcher. Egyszer volt Amerika. Konkvisztádorok kora. Ma a konkvisztádorokról mesélek, akik felfedezték Amerika északi részét. Délebre már megismertük Kolumbuszt, és persze Cortezt és Mexikót. Pizarrót és Perút. Most pedig menjünk egy kicsit vissza az időben. Mondom, vissza az időben! Íme, 1513-ban vagyunk. Mesélek nektek röviden Núñez de Balboáról, aki ebben az évben nem kis nehézségek árán eljutott egészen a csendes óceánig, amelyet fenségesen a birtokába vett a katolikus királyok nevében. De Pirasíbelnek, Pedrarias kormányzójának elszámolni valója volt Balboával, aki a veje volt. Így Pizarro segítségével lefejeztette. Abban az időben sok mendemonda járta India földjéről. Mondták, hogy kockafejű kék emberek laknak arra, és egy lábbal születtek, hogy élnek arra egyszarúak, törpék. És óriások is. A hajósok állították, hogy láttak ott egy ember csupa aranyból. És sziréneket. És sárkányokat. Nem ez igaz. Hihetetlen. Ezt maguk még sem hihették el. De igen, némelyek elhitték. Azt is mondták, hogy Bimini szigetén egy fiatalságforrás található. Úgy járta, hogy a legidősebbeknek is elég, ha megmártóznak benne, és újra megfiatalodnak. Mókás egy hiedelem. No! És Ponce de León, aki pedig már nem volt gyerek, elvégre az 50-es éveiben járt, nos, ő is hitt a csodakútban. Ki is neveztette magát Bimini kormányzójának. Ez az öreg harcos már Kolumbuszt és Cortezt is elkísérte. López, láttam arra mozogni ágakat. Fésüljétek át a terepet. Igenis, parancsnok. Lássuk csak. Ó, de ostoba vagyok. Hát meg is kell inni a vizet. Csodálatos, megfiatalodtam. ...1513 húsvétján pedig... De csodálatosak ezek a virágok! Birtokba veszem ezt a földet, amit Pascua Floridának nevezek el. Igen, a Florida virágot jelent. Innen a vidék neve, amit Ponce de León nem kis fáradtsággal felfedez. Ezen út során fedezi még fel a golfáramlatot is. És persze azt a vidéket is, ahol később a Kennedy űrközpont áll.
de Leon volt az, aki először tette be a lábát a majdani Egyesült Államok területére. Ponce de León visszatért később Floridába, ahol súlyosan megsérült, Kubában halt meg néhány nappal később. Néhány évre rá Narváezt, akit még Cortez ellen is küldtek, kinevezték a Floridától Mexikóig húzódó területek kormányzójává. Ezeket még meg is kellett hódítani. Ha-ha! Cabeza de vaca! Marha fej! Micsoda mókás név! Nevetnem kell! Büszke vagyok a nevemre, az elődeimre, mert fegyverhíján bikakoponyával győzték le az ellenfelet. Jól van! Tudom, hogy bátor és derék katonák vagytok. Magammal viszlek Floridába és kinevezlek kormányzóvá. Az egyik hajómon leszel parancsnok, és te leszel az expedíció kincstárnoka is, rendben? Akkor itt írd alá. Itt írd alá. Rendben, kormányzó. Oldjátok el a hajóköteleket! Haiti partjainál álltak meg először. Látván az utazás szervezetlenségét és rendetlenségét, 150 ember itt dezertált. Küldj hajót Trinidadba az ellátmányért! Ebben az időben veszélyes! Azt teszed, amit mondtam! Az expedícióban így két hajó és 160 ember veszett oda. Megvettem őket, mehetünk Florida felé. Kormányzó is tudja, hogy merre kell mennünk? Nem, de találtam egy vezetőt, aki ismeri a környéket. Miruellónak hívják. Igen, én ismerem. Ott voltam Ponce de Leonnal, amikor a kút, a fiatalság kútját kerestük. És megtaláltátok? Nem, eltévedtünk. Ügyetlenek. Erre kell menni, jobbra. De Miruello, ez nem jobbra, hanem balra van. Igen, ezt akartam mondani, balra. Nem túl sekély arra felé a víz? Nem, ne aggódjanak, magas a vízállás. Nincs veszély, csukott szemmel is eljutok oda. A vízállás alacsony, akarom mondani magas. Ne aggódjanak, ismerem mind a tenyeremet. Néhány óra múlva elindulhatunk, higgyenek nekem. Ponce de Leonnal is éltünk meg hasonlókat, és mindig el tudtunk indulni néhány órán belül, csak kicsit türelmesnek kell lennünk. Egy óra múlva már el is hagyjuk ezt a helyet, ne aggódjanak! A hajók 15 napig vesztegeltek, amíg egy új vihar el nem indította őket, és amikor már senki sem reménykedett, a hajósok végre célba értek, a Tampa öbölbe, Floridában. Oda, ahol Ponce de León halálos sérülést szenvedett. Azt mondják, sok van ezekből valami Apalás nevű vidéken. Igen, Apalás, erre van, erre menjetek! Eldöntöttem, gyalog indulunk, erre megyünk, a hajók a part mentén haladnak, mi pedig feljebb csatlakozunk. Ott Miruello ismer egy kikötőt. Hogy bízhatja rá magát erre az emberre? Nem szabad elhagyni a hajókat, különben mind oda veszünk. Gyűjtsd össze az embereket, ez parancs! Őrület ez az expedíció! Mindnyájan meghaltok, annyi veszélynek lesztek kitéve! Lehet, hogy sokan közülünk nem térnek vissza, de akiknek sikerül, azok gazdagok, híresek és hatalmasok lesznek! A férjeink elmennek az életüket kockáztatva, és nem törődnek velünk! Így hát, amint hajóra szállnak, el kell felejtenünk őket és új férj után nézni! És elmentek 300-an, csak nem mindannyian meghaltak. Oh!
Ez az utolsó, nincs több élelmünk, elfogyott minden. Már nem lehet messze a part, ott lesznek a hajók. A lovainkat még mindig meg lehet enni. Apalás, Apalás! Milyen furcsa emberek, meghalnak néhány aranydarabért. Apalás, erre van! Gyerünk, ott vannak az ellenségeid! Ne tegye ezt, várjon, jöjjön vissza, haja! És az arany? Hol van, hova rejtettétek? Nincs arany? Hazudtak nekünk, ezek az emberek, ezek a nyomorult földművesek! Hiba volt, hogy megtámadta őket, nem maradhatunk itt, nézze! Nyugodjék békében! A hajók még mindig sehol. Ha sokáig nem indulunk el, mindannyian éhen halunk. Márkákat építünk, és tengeren közelítjük meg Mexikót. Hatalmas vihar kerekedett, és nárava ez örökre eltűnt. Itt ez az ember. Neked kell meggyógyítanod. A mindenható Isten mentsen meg téged, és mentsen meg minket is. Bemehetsz, de egyszerre csak egy. Így azután barátaink éveken át új foglalkozást űztek, gyógyítottak mégpedig sikerrel, de néha másra vágyakoznak. Új barátaik társaságában bejárják Alabamát, Mississippit, Louisianát, Texas-t, a Rio Grande-t, hogy egyszer eljussanak Mexikóba. Több mint 6000 kilométer, mindez 8 év alatt. Indiánok, fogjuk el őket, kellenek a rabszolgák! Várjatok, keresztények vagyunk, vigyetek a főnökötökhöz! Miután Vakát kinevezték kormányzónak, leváltották és börtönbe csukták. Miért? Mert túlságosan is nagy barátságba került az indiánokkal és tisztelte őket. Ilyen hát az élet. Most megint a Tampa öbölben vagyunk, Floridában. Egy régi ismerősünkkel, Hernando de Sotoval. Tudjátok, az a remek lovas, aki felejthetetlen cirkuszi számot mutatott be az Inka Atahualpa előtt. Miután őt is kormányzónak nevezték ki, szintén elindult a gazdag aranyvárosok felkutatására, amelyekről Cabeza de Vaca is hallott. Kész hadsereg kísérte, 600 ember, több mint 200 ló és indiánok. Nézd, Luis, az indiánok jelzik az érkezésünket. Igen, mindenhol füst száll. Milyen furcsa kutya. Még soha nem láttam ilyet. Szerinted megeszik? Nem tudom, nem megpróbálhatjuk. Nyah!
Gyerünk, gyerünk! Amigos, amigos, ne lőjetek! Ortiz a nevem, és a Narvaez expedícióban voltam katona. Már 12 éve fogva tartanak az indiánok. Az indiánok tényleg sokan vannak is gazdagok? Szegények, nagyon szegények. Többen vannak, mint az erdőfái, de elvesznek az erdőben, mint a fa levelei. Azt mondják, északabbra vannak gazdag városok. Nem tudom, merre pontosan. Gyere velem. Először adunk enned, és felöltöztetünk egy spanyol emberhez méltóan. Így van. Te leszel a tolmácsunk, mert érted az indiánok nyelvét. Nuaha, agelégaha, de nigalsiha, agelrea, dilidiko. Szeretettel üdvözöl minket, és meghív, hogy pihenjünk a falujában. Nem gondolja, kapitány, hogy nagyon kedves tőle ez a szívélyes fogadtatás? Nézze a finom étket, amit felszolgálnak. Alig van itt ember. Szerintem valami történik. Nem vetted észre? Nekem ez gyanús, inkább körülnézek. Riadó, riadó, csapda, meneküljetek! Itt vannak, ezért még megfizetnek. Gyerünk, gyerünk! De Sotót eltalált egy nyíl, megvadult a lova, és így harcolt 5 órán keresztül. Mégiscsak kemény katonák voltak, akikben nem volt félelem. Ennyi veszteség a semmiért, és sok indiánunk megszökött. Rabszolgákra van szükségünk, hogy helyettesítsük őket. Hallgass ide, Hernando, itt csak nyomorúságot találtunk, és sokan meghaltak. Nem gondolod, hogy bölcsebb lenne visszafordulni? A hajóink 6 napi járásra innen várnak minket. Nem, nem, Luis, emlékezz Perúra, talán itt van egész közel, talán kicsit északra, de Vaca ezt mondta. Néha egyáltalán nem értem ezeket az indiánokat, valamikor békések is mindenüket megosztják velünk, máskor meg ok nélkül támadnak. De hisz ez egyszerű, csak akkor támadnak, ha elveszük a javaikat, vagy rabszolgákká akarjuk őket tenni. Logikus, nem? Lehet, de nem ezzel a logikával hódítanak meg egy birodalmat? Nincs sok aranyuk, és tudnak elég rabszolgát adni? Mondd meg neki, hogy hordárokra lenne szükségünk, vagy 200-ra. Nézzetek körül ott is. Kellene 200 hordár. Adunk cserébe ajándékokat. Barátunk De Soto igencsak megváltozott. Talán mégis a ruha teszi az embert. Vagy a konkvisztádort. Pontotó, újabb véres ütközet színhelye. 40 spanyol hal meg, és 10-szer annyi indián.
Igazad volt, Louise. Ebben az országban tényleg csak nyomorúságot találtunk. Haza kell mennünk. Az a legokosabb. Állj! 4 éve. Bizony már 4 éve tart ez a szédítő hajózás egy hiú ábránd elérésére, és az emberek több, mint a fele odaveszett. Kedves barátaim és társaim, bocsánatkéréssel tartozom, tévedtem. Egész utunkon csak Perúról álmodoztam, itt nincs Perú. Tévedtem. Louise visszavezet benneteket a hazánkba. Bocsássatok meg. Íme még egy hős, aki az életét adta az álmai megvalósításáért, és még nincs vége. Az alkirály Mendoza nincs türelemmel. Amikor De Soto elakadt Alabamában, ő még erősebb hadsereget állított fel. 1000 gyalogos lovasok, százai indiánok. A parancsnok a fiatal és dinamikus kormányzó Francisco Vázquez de Coronado. Ezúttal Mexikóból indulnak, és a csendes óceán partjával párhuzamosan haladnak. Ez volna hát Cibola híres 7 aranyvárosa. Van aranyatok? Azt kérdeztem, van-e aranyatok? Az a kis sárga fém. Kirivában kicsit messzebb ott van. És vannak ott folyók is, hatalmas folyók, és hatalmas halakat is találtak ott, ilyen nagyokat. És óriási pirogokat. A hajó orsas díszei aranyból vannak. Minden, amit csak el tudtok képzelni, aranyból van. Arra van? Nem arra. Tényleg arra? Erre? Erre? Nem, a másik irányba. Arra van! 1 éven keresztül kutatják majd az Eldorádót. Jönnek, mennek, tévelyegnek, mint a bolygó hollandi. Kérdezd meg, ismeri-e az aranyat, azt a kis sárga fémet, és azt is, hogy merre van Kiriva. Nincs messze, egy napi járásra innen. Akarják, elkísérem önöket. Mondd meg neki, hogy elfogadjuk a kíséretét. Kérdezd meg, ismeri-e a kis sárga fémet, és merre találjuk? Tóke toktó, tik-tik-tuk-tá. Ó, de krökandéki lóklav, namda, ridikó. Azt mondja, ez majdnem olyan szép, mint a saját ékszerei. De hiszen azok bőrből vannak. Nem te mondtad nekünk, hogy sok arany van erre? Remélem tudod, mi jár a csalóknak, remélem tudod. Jaj, ne, segítség, jaj nekem, segítség! Ismét egy kudarc. A nagy hódítások kora lassan a végéhez közeledik. Ott lesz még Cabrillo, Unamo, Viscanio, Onates, Menendez és olyan sokan mások. Egyiknek sem sikerül az a csoda, ami sikerült Cortéznek, Pizarrónak, akik előtt szétnyílt az ellenséges hadsereg, mint Mózes előtt a tenger. De még ezek is szenvedtek. Micsodátok kísérte a konkvisztádorokat. Nézzétek, hogy végezte Kolumbusz, Amerika felfedezője, mindenkitől elhagyatottan. Biztos vagy benne, hogy megtaláltam volna azt az átjárót, ha hagytak volna nekem még egy kis időt. Cortés szomorú vége, aki belefáradt az életbe, Alvarado a forró fejű helyettese, akit agyonütött egy ló, Pizarro és a bátyai, Francisco, akinek elvágta a nyakát, Almagro, fia, Juan, az öccse, akit megköveztek az indiánok, Gonzalo, akit lefejeztek lázadásáért, Almagro, akit megfojtottak a cellájában.
Diego a fia, akit ugyanott végeztek ki, ahol az apja meghalt. Balboa, akit hamisan vádoltak árulással. Ponce de León, aki belehalt sérüléseibe. Narvaez, aki elveszett a tengeren. De Soto a bátor, akit kimerített a láz, és akit a Mississippi-be dobtak. És a többiek. Még ha eljutottak is a dicsőséghez, a sors nem bánt kegyesen velük. Ezek az emberek a maguk gyarlóságaival és túlzásaikkal csodálatos korszakot teremtettek. Az új világ meghódításának korszakát. A szinkront a Digital Media Services készítette.